Egy kisgyermek születése jelentősen megváltoztatja egy élsportoló életét. Nincs ez másként világ és Európa bajnok birkózónkkal, Bácsi Péterrel sem, aki két csodás fiú apukája lett az elmúlt években. Peti szerencsésnek mondhatja magát, ugyanis mindkét gyermeke, a most 3,5 éves Petike, illetve az 1 éves Benni születésénél is jelen volt. Ha éppen nincs edzés vagy verseny, akkor a lehető legtöbb időt velük tölti. Pedig ő az, aki kicsit így apásabb mostanában, de amikor nem vagyok itthon, egyébként annyira nem. Amikor itthon vagyok, akkor viszont úgy eléggé rám van akaszkodva, és akkor ha reggel föl kell, akkor nyakamba akar lejönni, este mellé kell feküdnöm, hogy elaludjon. Nem kell ott aludnom, csak olyankor mindenki, hogy pár perce oda kell, hogy feküdjek, és akkor egy kicsit megnyugszik, és akkor alszik. Két estét voltunk a bácsi családnál, de a gyerekeken egyszer sem láttuk a fáradtság legkisebb jelét sem. Sőt, mindkettőjük szívesen produkálta magát a kamera előtt. Ha kellett, építettek, szétszedtek, majd újra összeraktak valamit. Belecsöppentek abba, hogy éppen valamit, vagy itt valami munka folyt, vagy a otthon barkácsolt, hogy ők itt laknak mellettünk, tehát elég sűrűn átjárnak. Rengeteg szerszám van, az enyémek közül is egy jó pár. Néha csak azt veszem észre, hogy jön föl, főleg most már nem a pincében, hanem kint hátul a garázsban vannak kint a szerszámok. De azt vettem sokszor észre, hogy jön föl, és akkor hozza ez a csavarhúzót, meg minden szerszámot, amit épp elért, azt hozta föl, és akkor jött szerelni. A kis Benni alkalmanként operatőrünket is megtalálta. Benni pedig operatőr lesz. Benne van a pakliban, igen. Igen, hát ő most van az a korban, amikor már tényleg nagyon érdeklődik, és hát cipel mindent. Tehát, még valahogy megtalálunk valamit, most épp az előbb ugye a konzolnak a joystickját vitte valahova, tehát ha éppen úgy van kedve, bedobja az ágy mögé, vagy nem tudom, bedobja a fürdőkádba. Hát volt már olyan, hogy a telefon töltő a WC-be kötött ki, tehát hogy így azért mondom, hogy most újra oda kell figyelni, mert ő most ilyen nagyon pakulós, mert nagyon érdeklődő. Petinek ezért mindig résen kell lennie, a házban található felesége által üzemeltetett fitnesstermet, vagy éppen a különböző díjakat, kupákat, érmeket tartalmazó szekrényt is óvni kell a kis érdeklődők elől. Eleinte nem volt lezárva, de most megmondom őszintén, szerencsére nem látszik, marha esztetikus módon celluxal van leragasztva a szél, hogy ne több helyen, mert a Benni, a Petike most már ugye nem bántja, a Benni az múltkor már elkezdte kipakolni, és azt megmondom őszintén, azt nem szeretném. Bár a szobák szőnyegei leginkább játékokkal vannak tele, néha azért egy-egy apa-fiai birkózásnak is a helyszínei. A birkózás az azt jelenti, hogy rám ugranak, és akkor elkezdenek nyüstölni. Abban néha van egy ilyen, hogy rájön, hogy így fejjel így elkezd engem fejelgetni, vagy csapkodni, vagy... De ő még ugye ezeket nem annyira méri fel ezeket a szituációkat, tehát ő simán lekevernek meg pofont, hogyha éppen úgy van kedve. De persze poénból, mert utána meg jó kiröhög. Már sportolnak egyébként. Az egyik legjobb döntés az volt, hogy elvittük őket úszni, mert nyilván ennek van ez egy pici hátulütője is, hogy nyáron voltunk a Balatonon, és egy pillanatra nem figyeltem oda, és pont csak találkoztam egy ismerőssel, és beszélgettem, és a következő pillanatban azt vettem észre, hogy már bent van a Balatonba, mert annyira nincs ilyen félelmi érzet benne, tehát ugye azt szokta hozzá, hogy ugrik bele a fejes minden, tehát és most már tényleg ügyesen úszik, tehát egyedül. Mindkét este érződött, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat az apukájukkal, szinte alig hagyták magára klasszisunkat az interjú során. Felvetődik a kérdés, hogy a sorozatos edzések, versenyek és alkalmanként hosszabb távollétek ellenére mennyire sikerül megoldani az együttlétet, és ezt hogyan viselik a kicsik. Vannak anyámék is, ők segítenek, tehát összességében most nyilván van, amikor a Petike kérdezi, hogy hol van apa, de úgy utána talál valami elfoglaltságot, aztán csinálja a saját kis dolgát. Az Andinak azért nehezebb, hogyha én nem vagyok itthon, még hogyha így is azért, ugye amikor Pesten még akkor is azért viszonylag kevés időm van, de azért így legalább tudok segíteni. Két tűzoltóautó és toronyépítés között azért egy kávéra volt időnk. Szóba is került az októberi budapesti birkózó világbajnokság. Addig bármi történhet, akár sérülés, bármi, de inkább azt mondom, hogy így hétről hétre csinálom így a felkészülést, föl van építve az, hogy készülünk, és akkor arra koncentrálnak, hogy tényleg az aktuális munkát megcsinálni. Egy olimpia után talán egy versenyző életében egy hazai világbajnokság így a legnagyobb durranás. Most azon vagyok, hogy most még egyszer ne jövessen közbe semmi. És tényleg most már idén a világbajnokság itt Pesten, és én is ott leesek a szőnyegen, de mondom, ez nagyon összetett dolog, tehát ezt most nagyon jól össze kell rakni ezt az évet. A legnagyobb motiváció pedig minden nap otthon várja Bácsi Pétert,
talán kellemesebben és gyorsabban is telik egy hosszabb edzőtábor vagy verseny, ha tudja, hogy a fiai már nagyon várják haza. Még akkor is, ha csak egy ilyen kis problémát kell megoldania. Erre ez is vinyog valahogy, hogy valamit csinál, vagy ez nem? Az nem színe. Ez nem, nem színe. Akkor adok neki egy csónakot a szirénezet, nézd csak benne. Na? Példát szeretnék mutatni. A Fradiban egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Fradiban egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! A mi öltözőnkben sosem volt téma, ki honnan jött hozzánk.